Jó estét kívánok a Gyöngyösi Városi Televízió nézőinek! Önök a Fogadó Óra című magazinműsort látják. Az elmúlt héten tartotta meg a nyári szünet utolsó testületi ülését, maratoni testületi ülését Gyöngyös Város Önkormányzata. Ez ügyben is köszöntöm a stúdióban Hisz György polgármester urat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kévés Tamás alpolgármester urat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És Kis Tivadar frakció vezető urat. Jó estét kívánok! Itt a bevezetőmben már elhangzott, hogy maratoni volt, 51 néhány napirendi ponttal és elég kardinális témákkal fűszerezték meg ezt a kemény napot. Hát a nagyító alá most a legfontosabb napirendeket próbáljuk venni, kezdjük akkor az elsővel, a pályázatokkal. Több pályázattal is foglalkozott a grémium, itt az északnyugati város rehabilitációjával, a Fecskeúti tagovoda konyhájának a felújításával, illetve a művelődési központnak az energetikai korszerűsítésével. Ez egy több millió forintos projektek. Mutassuk be most a tévénézőknek egyesével is. Polgármester úr, mit lehet tudni ezekről a pályázatokról? Jó részletekről majd gondolom kollégák bőven fognak szólni. Én csak összekötném egy régebbi pályázattal. Tehát ez az előző években a szociális városrehabilitáció, ami a Vahot Sándor utcától indult, és elértünk a Menház tér alsó széléig, ott több utca teljes közművesítése megtörtént, csatornázás, minden járda út, és most ennek a második üteme lenne ebbe a Európai Uniós fejlesztési ciklusba. Picit visszajövünk a régi területre, tehát a Urbán templom környékének rendbetétele, tehát egy 1200-1300 években épült műemlék épület, feltöltődött, vizesedik, falak, bútorok, padok, minden. Ezért lesz egy térszintes ügyesztés, csapadékvízelvezetés, és onnantól kezdve megyünk a gyöngyösiek által Durándának nevezett rész felé. Közben van egy olyan rész, ami majdnem senki földje lett a pályázat szempontjából, ez a Vargák tere, Rozgonyi, Sárosi utca, ez részben saját erőből, részben uniós pénzből. Idén elkezdjük idén a Menház Versegi utcának a befejezését, ugye minden közmű benne van, de hiányzik a csapadékvíz útjárda, ezt idén saját pénzből megcsináljuk, és akkor elmegyünk a telepnek a legvégéig, Akaszka utca, Szép utca, Víg utca, tehát az a rész felé mozdul a pályázat, ott is teljes közmű út, bérlakás felújítások is, nagy falat ebbe a Petőfi út 32-34, a Berényi Aller kastélynak a, hát amennyi költségvetési forrás, meg uniós forrás jut rá, félig meddig rendbe tétele, tető, bérlakásuk, stb., de majd a részleteket mondják. A másik nagy falat ugye a művődési ház, ez is több ütemű fejlesztést tervezünk, ebben most az energetikai férbe, teljes szigetelés, nyilázzáró csere, minden, ami energetikához kapcsolódik, és ugye tegnapi nap volt egy másik nagy pályázatnak a beadása, amiről meg előzőleg döntöttünk, az egy 801 néhány millió forintos kulturális blokk, rendezvényterek, helyszínek, fesztivál helyszínek, művelődési ház, különböző lakótelepek, közösségi terek kialakítása. Ennek tegnap történt a beadása, ez majd a műfáznak a befejezése, hiszen a színpadtechnikától nagyon sok minden még a műfázra ráfér, hiszen a 70-es évek közepén épült fel, és azóta igazán nagy felújítás nem volt. Úgyhogy ezek a kis pályázat, a konyha, tavaly ez egy belügyminisztériumos hazai pályázat, tavaly nem sikerült nyerni, most megint megkíséreljük, bár pont a testület idős közben érkezett a hír, hogy nem nyertünk az idős otthontető szerkezetének a felújításával, de hát minden pályázat ugye kétesélyes, vagy nyerünk, vagy nem nyerünk, ettől még a feladat majd ránk maradt, hogy a gyönyörű felújított idős otthon ugye a tető keresztül ne ázzon vissza, erre majd pénzeket kell találnunk, ha most pályázatból nem sikerült. Alpolgármester úr, itt polgármester úr már elmondta ezt az északnyugati város rehabilitációt, azért ez egy több mint egy fél milliárd forintos projektről beszélünk, de azt hiszem, hogy a művelődési ház esetében is beszélhetünk nagyon sok millióról, több száz millióról, 230 millió forintról. Mivel kívánja kiegészíteni az elhangzottakat? Nagyjából az esélyt a polgármester úr elmondta, viszont ugye, hogy számadatokkal én is szolgáljak, tehát 230 millió forint ugye a művelődési házra
nyerhető pályázatunk tulajdonképpen, amelyik egyébként ugye elvileg energiakorszerűsítésről szól, tehát külső szigetelés, nyílászáró csere, napkollektorok és megújuló energia, tehát elég széleskörű és sokrétű. A szociális városrehabilitáció, amely ugye a kimaradt részek, kimaradt a szociális városrehabilitáció egyes üteméből kimaradt területeket fedi le. Az gyakorlatilag, ha egy kicsit részletesebben mondhatom, akkor ugye a Orbán térnek a rendbetétele, teljes rendbetétele, akkor a Vargák tere, Sárosi utca, Rozgonyi utca, csapadék, illetve igen, csapadékvíz, ivóvíz, illetve szilárdburkolattal való ellátása. Ami még kimarad a programsor részéről, a Szép utcának a felújítása, az már jóval föntebb van ugye ebben a körzetben, illetve Ovoda utca kap egy új járdát, az nem egy olyan nagy, és ami a nagy, azt gondolom nagy durranás benne, az pedig tényleg a Hallerházak a felújítása, hiszen egy olyan emlékműről, illetve műemlékről beszélünk Gyöngyös tekintetében, ami azt gondolom, hogy egy méltatlan állapotban lévő ingatlan, és itt a 32-34-ről beszélünk, ugye, tehát az ingatlan épületnek azon részéről, amely kap egy külső, tehát egy tetőszerkezetet, egy külső felújítást, és nyilvánvalóan ameddig a pénz, eddig 210 millió forint nettó összeg van beállítva, úgyhogy azért azt gondolom, hogy abból azért nagyon sok mindent meg lehet oldani. Tehát kapunk egy olyat, ami azon méltó lesz ehhez az épülethez. Lesznek még olyan felújítások, ami a Fogaros utcát illeti, ott nagyjából a szoft elemre épül rá, az annyit jelent ugye, hogy vannak olyan elemeinek a pályázatnak, amely gyakorlatilag csak a ottani, tehát ilyen szociális részeket érint, és erre épül rá, tehát közösségi házak, akkor sport létesítmény, azt hiszem, hogy futballpálya fog, tehát ez egy kötelező eleme gyakorlatilag a pályázatnak, ez nem elhagyható, tehát nem, ezt nem mi találjuk ki, hanem így írják ki a pályázatot, és erre kell, és erre lehet költeni. Tehát az egyik épül a másikra, ugye egy épületfelújítás épül arra, hogy szociálisan mi elébre jussunk ezeknek az épületeknek ugye a felújításában. A másik két pályázattal pedig még azért a Keopos pályázatról beszélek, mert az is egy érdekes dolog, ugye, amiben szintén egy konzorciumi megállapodás volt, az egy negyedik pályázat, amellyel ugye 2018. december 31-i határidő a befejezése, az egy szennyvíz beruházás van, szennyvíz beruházás Gyöngyös tekintetében, tehát ahol a gerincvezetékek nincsenek meg, tehát gondolok itt a Zsellér közre, déli város részben aztán vannak még ilyen helyiségek, helyek, ahol ugye ezek nincsenek megoldva, és ez egy 1,2 milliárdos pályázat, és azt gondolom, hogy ha ez sikerül, ezen sikerül jó szerepelnünk, akkor megold, tehát Gyöngyös tekintetében azt mondom, hogy végleg megvan oldva a szennyvíz elvezetés. Ugye nagyon örülünk ezeknek, és a frakciónk is teljes mértékben támogatta. Fecske úti óvodával kapcsolatosan itt elmondanék, ugye, hogy ugye tavaly is indultunk, hogy ezen a pályázaton sajnos nem nyertük meg. Sajnos, amit látok, sok olyan pályázat van, ami saját forrásból van, tehát azt mondom, hogy helyben nem uniós pályázatról beszélünk, amit valahogy nem tudunk jól érvényesülni valamiért, valami oknál fogva. Én nagyon remélem, hogy ez kivétel lesz. És ugyanez egyébként a Epreskert úti tagódára beadott 35 millió forintos pályázatunk is. Ugyanígy 50%-os önerővel. Ugye ez 27 millió forintos a Fecske úti, tehát jól lenne már nyerni egy ilyen pályázaton is. Az önkormányzat szeme folyamatosan a pályán, azért az egész város fejlődése jó érdekeket szolgál, nyilván az önök frakciója is megvitatta ezeket, mivel kívánja kiegészíteni. Jó mondta a polgármester úr, a észak-nyugati városrész szociális városrehab pályázata már folyik, fut, tehát a soft része 178 millió forinttal már fut, és a lakosság felkészítése, előkészítése a hard részre az már folyamatban van. Most ez a hard rész, ami mi így hívjuk, ez egy 540 millió forintos rész, itt tényleg az van, hogy egészen a Szép utcáig megpróbáljuk azokat a régi elmaradt területeket is rendbehozni, illetve hát a Szép utca tényleg szép utcává válhat, amikor ez a pályázat, illetve ez a megvalósítás lefut. Úgy gondolom, hogy elég sok pénzt fordítunk erre a területre, most már elég nagy, a nagy részén meg fog látszódni az, hogy élhető lesz a környezet. Művelődési házról annyit, hogy külsőleg is megújul a művelődési ház. Sokat egyeztetünk erről, hogy jó lesz az, hogy kap egy külső szigetelés, mert ugye ilyen díszburkolata van, tehát ez a
téglás burkolata van a műfáznak, de eperési igazgató úr jelezte, hogy szinte hasonló lesz a külső a műfáznak, tehát meg fog újulni, de mégsem fog változni olyan sokat, de fontos a pályázat szempontjából, hogy külső szigetelést is kapjon, és a nyilászárókat lecseréljük. Pályázati nyerésekre visszatérve, amikor az IBO, az idősek bentlakásos otthon a pályázat beadásra került, mi már akkor jeleztük, hogy nem, sőt, biztos, hogy nem fog nyerni a pályázat, mert alapkritérium, hogy önkormányzati tulajdonon kell végrehajtani a fejlesztést, és ha jól tudom, akkor ez nem önkormányzati tulajdon, tehát ez volt az egyik oka, ami miatt elutasításra került. Úgyhogy fontos, hogy azokat a kritériumokat mindenképpen tartsuk be, próbáljuk meg teljesíteni, amiket a pályázati előírások előírnak. Köszönöm a válaszokat. Még a polgármester úr jelezte a hozzászólási szándékot. Igen, az IBO-nál az a probléma, hogy gyakorlatilag államé az épület, és az állam nem ad rá pénzt, hogy normális, ugye, persze a pályázat nyilván, de a pályázaton nem nyerhettünk, mert ugye valóban önkormányzat. Nem volt kizáró. Tehát állami épületről beszélünk, és az állam nem költ rá, tehát ez a furcsa nekünk, és ki nyakába fog szakadni? A miénk. 2012-ig a miénk volt, amikor az állam az egész egészségügyi vagyont államosította, onnantól kezdve az a óriási épületállomány vagyon elkerült, ami következő években komoly feszültséget okozhat, mert nagyon szükség lenne a régi kórház bizonyos épületeinek más célra hasznosítására. Most a legrosszabb cél van, áll üresen és pusztul le. Tehát az állam a legrosszabb gazda, főleg úgy, hogy hosszú évek óta tényleg nem volt funkciója, ideglenesen néha a kórház visszaköltözötte, még a fejlesztés volt, ugye ott van az idős otthonunk, ott van a nevelési tanácsadó, terhes tanácsadó, anyatejgyűjtő, ANTS, tehát vannak funkcióval megtöltve, de sok épület üres, és ha sokáig úgy hagyjuk, akkor bontani lehet. És megmutattuk azt, hogy mondjuk egy állami ingatlant, európai uniós pénzből, egy idős otthont milyen szép állapotba lehet hozni, idézőre ebbe az életveszélyes kórházból mit lehet csinálni. Tehát ezt folytatni kéne. Tényleg azt mondom, hogy következő években, hogyha csak abba gondolok, hogy ide betelepülnek cégek, munkaerő jön, mindegy falat kenyér úgy kéne lakás, bérlakás. És az épületet, hogy mondjam, bármilyen célra lehetne, ilyen célra is nagyon jó hasznosítani. A régi kórház épületére úgy tudom, már vannak tervek, tehát valószínű, hogy át fogja venni a Gyöngyösi Kórház üzemeltetésbe is, és nővérszálló, hospice ellátás, tehát megvannak rá a tervek, hogy milyen felhasználása, vagy milyen felújítás után milyen felhasználása lesz az épületnek. A jelenlegi tűzoltólaktanya a beruházás kapcsán is volt állami épület átvételéről tárgyalás, úgy tudom, polgármester úr egyeztetett ezzel kapcsolatban. Ha jól tudom, akkor a régi mezőgazdasági szakközépiskola épülete, ami szintén alkalmas lehet bérlakások építésére, illetve bérlakások kialakítására. Ez is egy irány lehet. Én is úgy gondolom, hogy nagyon sok bérlakásra van szükségünk, mert a fiatal munkaerő mindenképpen lakást kell, hogy kapjon, és akkor szívesen jön hozzánk a városba, az itteni munkahelyeken dolgozni. Még a tűzoltó laktanyáról és ennek a történetéről még egy külön kicsit előre szól. Hagyj tegyek hozzá valamit még. Tehát ez egy érdekes dolog, mert úgy frakcióvezető úr mondta, hogy a tűzoltó laktanya kapcsán első körben a város egy kórház régi épületét kért vissza az államtól. Az, és most frakcióvezető úr mondja, hogy milyen jó, komoly tervek vannak erre. Tehát olyan jó lenne a kórház vezetése, mondjuk a város vezetésével megosztani ezeket a terveket, mert akkor hónapokig nem kilincselünk meg, tárgyalunk az állammal, ugye aki legvégső esetben ugye a Gyemszi, ez a kórházi vagyon, Gyemszi jogutódjához fordult, aki azt mondta, hogy hát igen, mert a kórház szeretné, ezt előbb tudjuk, akkor nem, azt kérjük. Tehát olyan jó lenne, ha megosztani a velünk valamit a kórházvezetés, és már ő előre szaladt, csak az információ, hogy ilyenkor időt vesztünk vele, hónapokat veszítettünk. Tehát hónapokig tárgyaltunk arról, hogy az az épület nekünk kell, aztán kiderül, hogy nem. Hát igen, a kommunikáció az igen, hatalom, igen. Tehát hogyha ez megvan, én úgy gondolom, hogy a kórház vezetése egészségügyi ellátás fejlesztésén gondolkodik, és ez természetes, hogy azokban az épületekben gondolja ezt, amik ezek eddig is kórházi épületek voltak. Tehát fontos lenne a város irányából is, hogyha olyan épületekre szeretnénk pályázni, amik korábban kórház volt, vagy mondjuk tüdőgondozó épület, akkor egyeztessünk a kórházzal, hogy ő szeretné ezt valamire hasznosítani. Nyilván bízunk benne, hogy elindul majd egy ilyen kölcsönös partnerség, de azért a
pályázatok, illetve a kitűzött célok azt hiszem, hogy elég igen, szépek, amikről beszélünk. Tehát védhetjük téved a kórház vezetését, de ilyen önhatalmú, ennyire a várost partnerként nem kezelő kórházvezetést régen láttam. Tehát azt gondolom, hogy ez a vagyon még 2-3 éve a miénk volt. Tehát joggal várja az ember, hogyha valami cél elképzelésen, azt beszéljük meg közösen, mert mindet úgyse fogja tudni hasznosítani, nekünk is van ötletünk, neki is van ötlete, ezt össze kéne rakni és kölcsönösen lobbizni, hogy minél több állami vagy uniós pénzt erre szerezzünk. De ha mindig az egyik fél cselezi a másikat, ez nem jó dolog. Tehát én erre próbáltam, és dicsérem, mert sok jót tett persze, csak hát ezek ilyen vakvágányok, amik ugye most futunk egy fölösleges kört, első körbe is lehetett volna az én három. Így van, de így van. Ez így van, hogy pár éve még a városi volt ez a vagyon, de nagyon örültünk, hogy az állam visszavette a kórházat, és most állami kezelésben van ez a vagyon, és a kórház meg a város szolgálja, meg a kórház vezetése is a város szolgálja, ugyanúgy, mint hogy a város vezetés. Tehát nem hiszem, hogy nem kéne, hogy meg kéne, hogy találják egymást információ szempontjából. Még természetes jogos az igény szerintem, mert egy nyelvet beszélünk. Amikor megtalál a kórház vezetés, amikor gépjárművet kell. Vagy lakást kell kérni, persze, tehát vannak itt azért gyorsabban működő csatornák, csak a fő dolgokban is egyeztetni kéne. Így van, hát a közös nevező a cél, igen, reméljük, igen, hogy ezt el is érjük előbb-utóbb. Most itt rövidesen, ahogy az órára pillantok, ennek a blokknak a végére érünk, már mint az első fél időnek, de azért ne menjünk el szó nélkül akkor a költségvetés módosítása mellett is. Ugye egyrészt van ennek egy technikai oldala, most már az első fél éven túl vagyunk, másrészt pedig itt a város gondolkodik abban, hogy minél biztonságosabb legyen a közlekedés, ez pedig a körforgalmakat, igen, érinti. Kettő új körforgalom építéséről is beszélt a grémium, majd polgármester úr elárulja nekünk, hogy hol lesznek ezek az új körforgalmak, illetőleg a költségvetés módosítása. Mi indokolta, miért volt ez technikai, és mit lehet tudni erről bővebben? Ugye minden évben vannak etapok, amikor a költségvetéshez hozzányúlunk, részben a addig bekövetkezett változásokat átvezetjük. Ennek ugye most különösen apropója van, hiszen ezt a költségvetést a testület úgy fogadta el, hogy volt 15 képviselőnek 20 milliós képviselő kerete, amit a saját körzetére vagy a városra, közműre, intézményre fordítunk. És ugye nem pontosan voltak kalkulálva. Ő azt mondta, hogy kell ilyen utcát felújítani, többe kerül, akkor még plusz hozzá kellett tenni. Kevesebbe kerül, maradt pénz másra fordíthatja. Tehát emiatt technikailag is rendbe kellett tenni ezeket. És hát most ért be egy csomó közbeszerzés, most írtuk ki ugye a két említett körforgalomra, de mondjuk a Bajcsi-Zsilinszky út egy szakaszának felújítására, Erőmi utca teljes felújítása parkolókkal együtt, a Kismérges út felújítása, aztán a határút, Kertész köznek a felújítása, aztán Verseny utca belső kis utcáinak a felújítása, de ilyen lesz még a Róbert Károly úton két szervizút, a északi és a déli oldalon, a hármas út mellett, ilyen lesz remélem itt a központban található Nádor utcának a felújítása, és ilyen a két legnagyobb falat, ugye a két körforgalom, a Jókai út, Alkotmány út, Puskin út csomópontban, ilyen lesz a Dombalján, a Harrer, Deák Ferenc út csomópontban. Rengeteg, hogy mondjam, kényelmetlenséggel fog járni, le lesznek zárva részben, egészben, a Jókai teljesen lesz terelve a forgalom, a Dombaljába pedig fél-fél sávon, dombról le, dombról fel, Deák Ferenc utca, van, ahol mehet a közlekedés, és hát ez, ha jól sejtem, akkor szeptember vége, határidő, hogy átadjuk. Sokat fog segíteni, szerintem gyorsul a közlekedés, kevesebb gázpufogtatunk el, szerintem hasznos lesz, meg jó utak lesznek ebben jó pár utcában. Hát és a jó célt szolgálja, hiszen itt azért nagyon sok a baleset, főleg itt az utóbb, vagy előbb említett Jókai részén, és hát ki kell írni ezt a kellemetlenséget a jó cél érdekében. Szeptember 30, ha így szarad az idő, akkor nagyon gyorsan itt lesz.
Alpolgármester úr, mivel kívánja kiegészíteni? Igen, itt folytatnám menni a körforgalomnál, hogy azért, ha visszagondolunk, és meg ha utána néznénk, hogy mennyit költöttünk a jelzőlámpáknak a helyreállítására, meg mennyi baleset történt egyébként ebben a keresztülésben, azt gondolom, hogy ez már régi óhajsóhaj a gyöngyösi lakosságnak, hogy ez a két körforgalom megvalósuljon. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy még több körforgalomra lenne igény, de az nyilván egy más jellegű, akár a 24-esen is végig körforgalmat lehetne építeni, de az már egy teljesen más jellegű történet. Ugye a költségvetést még szeretném elmondani, hogy kiegészítettük, például beemeltünk egy új tételt, a mederfal megerősítését itt az Esperanto utca, a Fehérház mögött, tehát ott egy hozzávetőlegesen 80 millió forintos beruházás lesz, aminek mi egy 14-15 millió forinttal járultunk hozzá. Ugye ott már gyakorlatilag majdnem életveszélyes, hát meg kell erősíteni azt a mederfalat, és ez ebbe az évben ugye beavatkozást igényel. Ami még ugye fontos volt, és hát nagyon örülök, hogy egyébként idáig eljutottunk, hogy most már tényleg a Rozgonyi Sárosi és a Vargák tere is meg kellett ugyanebb, tehát ott is egy költségvetés módosítás kellett, hiszen azt saját költségvetési forrásból a szennyvízdelep béleti díja terhére fogjuk megvalósítani csak a szennyvizet. És ami még ugye ugyanebben a körzetemet érintő dolog, mert ugye abban jött talán jobban képbe vagyok, a menház belsegének az aszfaltozása, az is céltartalékként volt, és sorra kellett emelni. Tehát ezek mind, és a csapadékvíz és a szilárdburkataló ellátás és a járda, tehát ez mind céltartalékban volt, de be kellett ezt a 45 millió forintot sorra emelni, és innen indul az, hogy ugye pályáztassuk, kivitelezőt kiválasszuk, és elkezdődjön a munka, amelyik remélhetőleg az is az ősz folyamán ugye el fog készülni. Ugyan azt gondolom, hogy ezek a költségvetés, maga az egész költségvetésnek az itt ilyen fajta rendeletmódosítása, az pontosan azért kell, hogy az eddig módosított, ez 3 hónapban módosított és fölmerült problémákat itt tisztázunk és itt írjuk, hogy tulajdonképpen jóvá. Hát folyamatosan. Egy van. Figyelemmel kell kísérni, hiszen az állandó mozgásban van és változásban van. Frakcióvezető úr, mit kéne hozzátenni? Így van, ezek technikai dolgok, tehát magában a rendeletben is benne van, hogy június végén, október végén és a következő év február végén aktualizálni kell a költségvetést, és közben ugye annyi döntés születik itt pályázati önerőkkel kapcsolatban, kiegészítés, főleg az, hogy plusz forrásokat kell hozzárendelnünk feladatokhoz, hogy ezért is mindig minden sort felül kell vizsgálni szinte. Igen, most a mostani költségvetésben ez volt a rendező elv, hogy mandátumarányos elosztás volt, és 20 millió forint per képviselőt tudott elosztani, tudtak a frakciók elosztani, és talán a jövőben át kell ezt gondolnunk, ha ez a rendező elv marad, hogy a plusz forrásokat ne a tartalék terhére kelljen hozzárendelni, hanem a frakció jelezze, hogy mi az a beruházás, amit esetleg elhagy. Annak a terhére kelljen pótolni a többi sort, amit ő kialakít. A körforgalmakról annyit, hogy ma is egyeztettem Németh igazgató úrral, mert mivel a Településfejlesztési Bizottság elnöke vagyok, kértem, hogy hívjuk össze a bizottságot, még mielőtt a beruházások elindulnak, pontosan a forgalom elterelések miatt, hogy nehogy kialakuljon még egyszer olyan probléma, mint a Dombi lépcső felújításakor a Harrel Ferencen, hogy ugye egy sávot lezártunk, és a Csalogányba parkolási problémák adódtak, ott ugye megtiltottuk a parkolást, büntettek, ez problémát okozott. Semmiképpen nem szeretnénk ezt, hogy torlódjon a forgalom, problémát okozzon a városlakoknak. Mindenképpen oda fogok figyelni majd a beruházás ütemezésére, hogy valósul meg, betartják-e az ütemet, és hogy ne legyen ilyen probléma, sem parkolási, sem közlekedési probléma a körforgalom beruházások alatt. Köszönöm, polgármester úr, még egyetlen egy mondat, mikor veszik kezdetét, azt már hallottuk, hogy szeptember 30-áig. Szerintem a nyár folyamán a közbeszerzés érvényes, gondolom, hogy minden ilyen fellebezés, minden ilyen jogorvoslati dolog lezárult, tehát a győztes kezdheti munkaterület átadás után, főleg ott, ahol gyakorlatilag útfelújításokhoz terv se kellett, vagy nem kell nagy műszaki beavatkozás, csak vékony aszfaltozás, vagy marás, ezek az utcák rögtön kezdődhetnek, és azt gondolom, nyár ezzel fog eltelni. Köszönöm szépen. Köszönöm a válaszokat. Itt az első része a blokkunknak véget ért, a második részben pedig tovább fogjuk fejtegetni a testületi ülés kardinálisabb napirendi pontjait. Kedves nézőink, most rövid reklám után visszatérünk. Tartsanak velünk a továbbiakban is.